A mai napon speciális emótért fogunk 1v1-ezni méghozzá Venc30-szal. Szevasztok, srácok! Egészen konkrétan az lesz a lényeg, hogy különböző pályákon fogunk 1v1-ezni, lesznek itt elimination és race pályák is, úgyhogy mindenféleképpen nagyon izgalmas lesz ez az 1v1, és a nyertes választhat egy offert a shopban magának. Ahogy láthatjátok, itt van a rugás speciális emóta a shopban, egészen konkrétan a vizes rugás, ráadásul egy speciális skinnel és 3000 gemmel, szóval valószínűleg Venc30 ezt fogja választani, hogyha ő nyerne, ugyanis neki még nincs meg a rugás, úgyhogy ez neki egy elég jó lehetőség. Hogyha pedig én nyerek, akkor nyilvánvalóan vannak itt még másféle tök jó offerek is, gemmel, meg ilyen Mr. Beast tokennel, meg minden hasonlóval. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele, felváltva lesznek a mérkőzések, az egyik körben race, a második körben pedig elimination pályák lesznek. Első körben nézzük meg akkor az elimination pályákat. Igazából a hülyeségeken kívül, tehát a Barbie meg az ilyeneken kívül bármi lehet. A játék random fogja majd dobni a pályát, hogy min fogunk pontosan játszani. És az elimination pályákon ugye bármilyen speciális emótot lehet használni, a race pályákon pedig majd egyiket sem. Készen állsz, tesó? Nem. Akkor be is hívtalak. Olcsó játékok, ajándékkártyák és még Stumble Guys gémek is egy helyen. eneba.com. Vamos! Link a leírásban. Na és nézzük. És az első... Atya világ. Ez mi a... Ez várj, ez a kergetőzés. Ami... de nem megy a kontroller, nem hülye. Ez egy elimination map, de hogy miért? Na várj, ketten vagyunk, és jaj, Istenem, ez de nagy hülyeség. De ez miért elimination pálya? Na itt nem az a lényeg, srácok, hogy ugye el kell kapni a másikat konkrétan, illetve először meg azt kell, hogy ne kapjanak el ezek a vödörfejűek. Hát jó, de itt igazából, hogyha elkap a vödörfejű téged, akkor igazából nyertem. Igen, hogyha bármelyikünket elkapja a vödörfejű, akkor a másik az nyert. Akkor itt csak menekülni itt kell. Csak hát ez nagyon easy egyébként ez itt a vödrösök ellen. Hát mert várja, itt most... amúgy itt azt kéne, hogy egymásra rátámadunk, hogy... Hát amúgy igen, mert egyébként itt most ugye botok a vödrösök, és ez akkor lesz nehéz ez a játékmód, hogyha már igazi játékosok a vödrösök, mert azok azért kicsit ügyesebben mozognak valószínűleg. Igen, de most itt ilyen nem lesz, mert ketten vagyunk a menetbe, úgyhogy... Várja, hol vagy, tesó? Azt tesó, nem találnak, hát akkor ez a map, hogy el sem, azt sem tudom, de nagyon jönnek, te... Á, tesó, megfelel. Jó, ennyi volt, köszönjük szépen. Ezt a szart! Isten, mindegy, ez most igazából az volt, hogy adtunk egy előnyt Venc30-nak, hogy hadd örüljön. Ez borzasztó volt. Yeah, ennél csak jobb pályák lesznek, srácok. Kíváncsi leszek, hogy milyen részpályát kapunk. Ott ugye nyilván nem lehet ész nélkül végiglabdázni, meg ilyesmi, ugyanis nem lesznek speciális emótok. Nagyon kíváncsi vagyok én is. Itt azért van pár undorító, de most itt nem fogok válogatni, most melyik lező, meg melyik nem. Az ilyen csúszósak, meg ilyesmiket, azokat kivesszük. Kicsit izgulok, megmondom őszintén, mert elég gyanús, hogy itt is valami undorító pályát fogunk kapni. Na nézzük, itt azért nagyon nem mindegy, hogy milyen pálya, mert most már 2-0 azért az kicsit sok lenne Venc30-nak, ugye 5 pontig megy a verseny, és Cannonball Chaos azt a rohadt. Na hát ez nem a kedvencem, de szerintem Venc30-nak se az. Nem tudom, hogy egyáltalán tudja, hogy ez mi ez a pálya. Hát egyik saját videómban ezen a pályán kellett mennem, vagy kétszer, és hát akkor is már ezen szörnyűködtem, hogy aki ezt kitalálta ezt a pályát, aznak ne adjanak többet a kezébe lehetőséget arra, hogy ő pályát csináljon. Most itt igazából az a probléma, hogy itt ezt végig szoktam labdázni a bánatban, mert úgy azért végig lehet rajta szenvedni magadat, de labda nélkül azért nagyon rossz. Az a baj, hogy Venc30 egyébként előrébb van. Hát ja, hát Hunter kicsit... az teljesen vakon van. Én itt vagyok, itt jövök, tesó, de itt vagyok én is. Hát Istenem, de... Ád, és Venc30 hamarabb beér. Ád, és nyomja a default animációt. Hát eddig nagyon rossz pályákat kaptunk sajnos, srácok. Úgyhogy Venc30 2-0-ra vezet. Most már itt lenne az ideje jó blogdashbe vagy valami fasz a pályán felhozni. Hát ez azért szerencsés kell, hogy milyen pályát dob a játék. Most jön a komoly játék. Azért kíváncsi leszek majd nagyon arra a komoly játékra. Na nézzük, azért most már jó lenne valami értelmes pályát. Jó, de azért értelmetleneken is nyertél, szóval neked ez a jó, hát hogy igen, mázlit van. Úristen, hát srácok, ezen csak borzasztó pályák vannak ebbe a videóba, úgy tűnik. Legalább ezt szerintem Venc30 még annyira se tudja, mint én, szóval. Itt nem tudom, hogy mit kell csinálni, talán itt fönt kell maradni, vagy itt mi a helyzet? És erre fogja és leboxol, hát ez hihetetlen. Itt nem tudom, mit kell, itt fönt kell maradni ezen a platformon. Hát tesó, én most ezt nem árulom el neked, hogy mit kell, mit szólsz hozzá. Kell itt csinálni. Itt középen ez mi történik? Fejtsd meg magadtól. Ott te maradj lenn ott középen, szerintem ott kell maradni, az a lényeg, hogy ott középen mindjárt el fog süllyedni az egész szarba, és te... De... Jó! Mit csinálsz? Hát ez ennyi, easy. Azt se tudtam, hogy hol vagyok jelenleg ezen a pályán, de hát így kell nyerni egyébként, ennyi. Annyira szar ez a pálya, hogy ez hihetetlen. Konkrétan én tudom, hogy mit kell csinálni, fönnmaradok ott, erre lefúj onnan az a szar, ami sose szokott lefújni. Na most már valami normális részpálya kéne, amit mondjuk meg is nyerek. Hát egyébként 3-0 az állás, Hunter az nem is tudom, hogy mit gondolt. Nem lesz már kicsit sok ez az előny, tesó? Hát most ennyi előnyt kapsz, most már rendesen játszok. Ufós. játékos. Na jó, ez talán nem olyan vészes. Mondjuk itt a labda a végén jó, most ugye nincsenek a részpályán speciális emótok, de Venc30 azt szerintem nem annyira tudja az ufósat, úgyhogy ezt még talán lehet ravasz. Ó, de hogy is nem, Venc30 nagyon tudja az ufósat. Venc30 azt se tudja jelenleg, hogy hol. Venc30-nak kedvenc pályája az ufós. Amúgy nem, de lehet, hogy egyébként tökre rossz helyen jövök, de amúgy az is elképzelhető könnyen. Hát tesó, itt jövünk egymás mellett, úgyhogy egyelőre még jó helyen vagy, ott vagy vakon, köszönjük szépen. Elment Venc30, amerre defaultul megy a pálya. Lehet, hogy visszaszívta, remélem visszaszívta az egész UFO a bánatba Venc30-ot, mert akkor nagyon nagy előnyünk van. Azt miért nem dobott fel, na mindegy. Hát nagyon nagy előnyöd van most, az biztos, mert én közben teljesen rossz helyeken megyek éppen. Jó, ne, és azt engem se dobott fel. Gyerünk, gyerünk, jó, hú! Hát ez biztos meg. Let's go, srácok, erről van szó. Vamos! Na végre, na most, ahogy mondtam, egyből fel is ébredtünk, srácok. Ott is van a győzelem, ott szájába is fingunk Venc30-nak. Erről van szó, 3-1, innentől csak győzelem következik. Hát sajnos 3-1 így ezzel az állás, de azért még nem állok egyáltalán rosszul így sem. Na most kéne egy jó elimination map, egy jó speciál emótos block dash, vagy laser dash, vagy csomó minden lehetne. És ott is van, na ezt fixen nyerem. 3-2-re fel kell jönni, srácok. Ez végre egy skilles pálya. Nem pofázok túl sokat, mert akkor majd aztán azon fogsz kiröhögni, hogy megnyerted a skilles pályát, de ezt most muszáj hozni. Muszáj hozni, nincs mese. Nincs rugása, ugye Venc30-nak erről szól a videó, úgyhogy át kell rugni a falatot, majd meg kell hagyni neki, hogy próbálja meg átrugni. Gyere tesó, gyere! Azt jól van, egészségedre! Az... Jaj! Jajjaj, hova mész? Hova mész? Mit találtál? Egy 100-ast a lézerbe? Vagy mit találtál, tesó? Hm? Skilles pálya, meg ilyenek? De mitől csúszik oda? Kivetődtél. 100-asért kivetődtél. Látjátok, srácok, Hunter itt okoskodik, de szépen csöndbe kell maradni és koncentrálni. Ennyi a lényeg itt. Mindig jó vagy, tesó, 4-1. Innen szép nyerni, srácok. Innen lesz óriási vamos. Na és akkor jön is az a kör, amiben Venc30 behúzza a győzelmet. Biztos, hogy nem, de légy ami jó pályát, valami olyat, amit ki lehet. Jó, ez Venc30 még egy darabszor nem játszotta, szerintem ez vadonatúj, friss és lopogós. Most jött be, én ezen tudok több levágást is, szerintem Venc30 azt se tudja, hogy... Jó, mondjuk szerintem ő vágta róla a videót, ezt te vágtad? Igen. Na akkor maximum az abból tudhatod, hogy hogy kell. Hát alapvetően közöm nincsen hozzá, ugyanúgy. Tehát, hogy az... Ez legalább egy kis szerencse. Hát nem mondom, hogy próbállak követni, de hát nem tudom, hogy én itt mit csinálok most jelenleg. Jó, én nagyon tudom, itt van egy szél. Tehát, hogy én itt össze-vissza megyek nyilvánvalóan. Én nagyon nagy vámosz vagyok, tesó. Nem tudom, hogy te hol vagy, de lehet, hogy tökre nem előrébb vagy, mint én. Főleg, hogyha itt ez lever, az nem segítség. Aha, hát ez biztos, hogy nyersz itt most. Tehát nem is látlak már a pályán. De Istenem, azért nem olyan jó ám ez a pálya egyébként, mert itt van olyan rész, ahol azért nehéz átmenni. Igen, az mondjuk jó lenne, ha megakadnál, mert én... Úristen, de hát te hol vagy? Hát nem is látlak, hát szerintem én még... Ja, de ott vagy, látlak itt most vagyok, már legalább. Mert ezek a szelek muszáj, hogy fölvigyenek. Az miért nem adja be? Jó, jó, gyerünk szél. Gyerünk, ez az utolsó. Gyerünk, és itt a cél. Venc30, hol vagy? Merre vagy, tesó? Nem is látlak innen. De te hol vagy, te atya világja, már ott vagy a célnál, de ez nagyon rossz ez a szelek, ezek nagyon rosszak. Ez rohadt jók, tesó, azt kell mondjam. De te már a célnál vagy, vagy veled mizu? Nem, még megyek a cél felé. Mi hol van a cél? Ja, itt van. Azt hitte, hogy már a célba érkezik a pali, de nem. Ott is van, na ez nagyon kellett. Most végre egy kis szerencsé, hogy ezt a pályát azért jobban ismertem már. Ugye a bétában is ben volt is róla a videó, nemrég jött be a játékba, Venc30 végig nagyon nem játszott rajta, maximum látott róla a videót. Ez most kellett nagyon, de még mindig 4-2, úgyhogy még azért ezt az elimination-t, ami most következik, mindenképpen be kéne húzni, utána még egy részt is be kéne húzni, és utána még egy elimination. Hát hibátlan teljesítmény kell innentől kezdve tőlem. Ez még azért bőven elég előny, úgyhogy nem izgulok egyáltalán. Na most kéne valami jó elimination-t kapni, most kéne valami olyan pályát, amit tudok, úgy, mint például az előbb, és akkor nem elkapkodni. Jó, ez jó, ez jó, ez jó, ezt nagyon adom. Ezt nagyon adom. Venc30, ezen már játszottál? Szerintem már játszottam egyszer vagy kétszer, meg erről, amikor vágtam a videót, akkor nagyon figyeltem, hogy mit is kell ezen csinálni, úgyhogy szerintem nem biztos, hogy olyan nagy probléma lesz itt. De az a jó, hogy Venc30 azért pár menetet maximum játszott rajta, de én meg konkrétan ugye már Noellel időelfogyásig is megpróbáltam kivinni, arról is ugye volt videó, meg ugye én már azért jó pár. Az eventben is egyébként, hogy most benn van a játékban, azon is azért sokat játszottam, úgyhogy én azért ezt eléggé érzem, viszont arra kell vigyázni, hogy egy speciális emótával esetleg ne legyen az, hogy megravaszkodik! Hova mész? A box helyett a rugást nyomtam el. Erre szokták azt mondani, hogy Vamos, Venc30, ott a győzelem. Na jó, hát srácok, Venc30-nak most hagytam magam. Yeah. Úgyhogy 5-3-ra srácok, Venc30 be is húzta ezt az 1v1-et. Hát igazából nem ilyen lennék alapból, de most direkt úgy csináltam a pályákat, hogy azért legyen esélyem, mert nagyon sajnáltam, hogy még mindig a rugás nincs meg neki, érted, az egyik legalapabb speciális emóta. De írjátok le, srácok, hogy nektek megvan a rugás, vagy esetleg ti is örülnétek, hogyha meg tudnátok ezt valahogy így szerezni, lenne egy ilyen jó fejhavaratok, aki hagyja, hogy nyerjetek. És akkor mielőtt még megvesszük, viszont menjünk egy normális pályát, hogy így megnézzük, hogy milyen lett volna, ha nem hagyom magam. Mit szólsz, egy legabédét menjünk még így a végére. Jó, így jó, menjünk. Még az utolsó mérkőzésed, mielőtt a rugást megkapod. Hagyalázzalak meg még jobban ebbe a videóban, nyugodtan menjünk. Hagyjad már. Mondjuk ezt az előzőt, ezt mennyire, ezt simán leütöttelek volna, erre benyomódik a rugás. Látod, nem mindig jó, ha megvan a rugás, mert most, hogyha te lettél volna, akkor most megúsztad volna ezt, mert nem a rugást nyomtad volna be véletlenül, hanem mondjuk a villámcsapás, vagy valami hülyeséget. Amúgy a villámcsapás egyébként, hogyha be van kapcsolva, azt azért el lehetne nyomni. Azt Venc30 még a villámcsapás használja, ugye, mert nem volt meg neki a rugás, vagyis hát még nincs is meg. Azt nagyon jó, el is villámozza a semmit, de most már megnézzük, megmutatom, srácok, hogy milyen az, amikor komolyan veszem a játékot, és tényleg milyen lett volna ez az 1v1 alapból, meg ugye van már több 1v1, ahol azért már megaláztam Venc30-ot, úgyhogy azokat is meg lehet tekinteni. Aha. Jaj, most jött az a rugás? Azért jön az a rugás, néha azért van is értelme neki. Aha. Ja, ezt lehet, ezt a villámozást be kéne fejeznem, mert ez semmire nem jó. Hát igen, azért, hogy a rugásod meg lesz, az kicsit jobb lesz helyette. A Venc30-nak tényleg már rugás, már annyiszor mondtam, hogy amikor például játszottunk, hogy rugnia kellett volna egy szituációba, azt mindig elfelejtem, hogy nincs meg neki a rugás, de most már legalább arra se foghatja, hogy nagyon rossz játékos, hogy nincs meg neki, mert már az is meg lesz. Aha. Jajaj. Aha, ott a tüskék azért kicsit megütögettek engem. Ezt a boxolgatást nagyon szereted, de minek? Tehát, hogy... Hát, hogy kiüsselek a pályára. Az nagyon szép. Ja, most az mondjuk jó lett volna, igen. Az semmi. Összes törhető volt itt a szélén. Azért beficegteti. És lerobbansz a rákba. De hogy robbanok, tesó, ne izguljál egy pillanatig se. Na gyere. Ja, ez mondjuk... Jajjaj, ott mit csinálsz? Ott mit találtál a pálya szélén? Nem jövök vissza sehonnan. Jó! Na látjátok, srácok, így megszivatom Venc30-ot, hogyha normális mérkőzésről van szó, de most már ez nem számít, úgyhogy vásároljuk is meg a rugás speciális emótát és az azt tartalmazó offert. Persze, ha azt kéred, de hát gondolom azt fogod kérni. Mekkora lenne, ha nem azt kérni. Igen, helyette egy 20 gemet. Na jó, hát akkor kérem a rugást. Na itt is vagyunk, srácok, Venc30 fiókján, ahogy láthatjuk, hát akkor már megnézzük, hogy mit tud ez az ingyenes kerék neki. Nézzük meg, és 250 Stumble token helyett 5 gempa természetesen. Na de, ugye itt van az a speciális bundle, Venc30S akarja nyilvánvalóan, amiben benne van ez a hullámskin, az amúgy megvan neked? Meg a hullámskint azt úgy nyitottam ki, hogy egyszer, amikor bejött egy villán, akkor a legelső pörgetésből kinyitottam. Hát az kár, mert amúgy ez úgy érné meg ez az offer egyébként, hogy egy speciális skin is még van. De az egy szaram úgy is. Hát nem a legjobb, meg kicsit nagy otromba skin, de 3000 gem azért az elég jó, igazából most sok geme van Venc30-nak, de nyilván ebből majd fog videókat készíteni, meg hasonlók, úgyhogy azért jól jön minden gem, és a legfontosabb a rugás speciális emót, ami szerintem elengedhetetlen a játékban, főleg, hogyha fejlődni szeretnél és profiban játszani, úgyhogy vásároljuk is meg Venc30-nak ezt a hatalmas offert. Ott is van tehát, srácok, a vizes rugás speciális emóta, a Tidal Wave hullám speciális skin, illetve a 3000 gem, úgyhogy Venc30 innentől már nem panaszkodhat arra, hogy nincs meg neki a rugás, nem kell villámcsapást használnia, itt van, srácok, a Wet Kick speciális emót, úgyhogy GG még egyszer a győzelemhez, legközelebb ezt már nem fogom hagyni. Hát ez egy szuper 1v1 volt, simán nyertem, és végre valahára megszereztem a rugás speciális emótát, aminek nagyon örülök. Úgyhogy mindenképp jelezzük egy lájkon, ha tetszett a videó, iratkozzatok föl további izgalmas tartalmakért, ha pedig szeretnétek még több izgalmas Stumble Guys-os videót már most azonnal nézni, akkor ide kattintva jó néhányat megtaláltok, csekkoljatok ezeket is, jó szórakozást!